a Budai Várbarlangba, ami most jelenleg ezen a ponton, ahol állunk, most igazából az Országház utca alatt vagyunk. Nagyon sokan nem is tudják, hogy a Budai hegység alatt, illetve itt a vár alatt, hogy milyen komoly barlangrendszerek húzódnak. Hogyha ide be jönnek a sarokba, akkor itt fönt a plafonon van egy mamutfognak a lenyomata, kicsit ilyen recés, ilyen barázdált a széle. Honnan tudjuk, hogy mamutfog? Hát onnan tudjuk, hogy amikor ezt megtalálták, akkor ez a mamutfog valóban ott is volt benne. Ezt akkor elvitték, de nekem egy nagyon kedves kollégám Ócsáról küldött egy másikat, csak azért, hogy itt a vendégek valóban elhiggyék, és be tudjam mutatni, tehát hogy így néz ki egy mamutnak a foga. Annak a története egészen a középkorig húzódik vissza, amikor itt a házakhoz tartozó pincékből kutatás során lejutottak ebbe az úgynevezett harmadik pinceszintre, ahol itt gyakorlatilag elérték a természetes barlang üregeket, és ezeket a barlang üregeket összekötve ezekkel a felső házhoz tartozó pincékkel, itt ilyen különböző tárolásra, elsősorban boroshordó tárolására, illetve később ilyen élelmiszer, illetve jégveremre használták ezeket a pincéket. Dárda utcán jöttünk le, és igazából itt hosszan megyünk az Országház utca alatt, így az ember nem is érzi, hogy mennyire egyenesen megyünk, mert úgy érezzük, hogy picit azért kanyarognak a járatok, de valójában végig az Országház utca alatt haladunk. És itt ez a nagyon hosszú egyenes járat, ez az északi futárfolyosó. Ugye ezek a futárfolyosók azt a célt szolgálták, hogyha nagyon gyorsan ki kellett jönni a felszínre, bármiért információt hozni vagy vinni, illetve élelmet vagy vizet, vagy bármire szükség volt, akkor egy ember itt nagyon gyorsan ezen a nagyon egyenes szakaszon gyakorlatilag ki tudott futni. Voltak olyan legendák, hogy egészen a Margit szigetig el lehet belőle menni, illetve volt olyan is, hogy egészen Visegrádig elvisznek ezek a járatok. Hát természetesen ez nem igaz. A második világháborúban ezeket a pincéket légoltalmi célokra használták. Korábban volt egy térkép ezekről a pincékről, és nyilván itt Kadics Ottokár volt az, akit geológusként leküldtek, hogy nézze meg ezeket a pincéket. Ő igazából idegenforgalmi célokra próbálta bemutatni, de akkor felhívta a jelentőségét arra, hogy ezt igazából légoltalmi célokra is lehet használni, és akkor ő kapott erre támogatást, és akkor ezek a pincék ki lettek tisztítva, illetve akkor kezdték el ezeket a pincéket egymással teljesen konkrétan összekötni, illetve aláfaladni, biztosítani, és ez a rendszer, amiben jelenleg is most végig tudunk menni, ez a végleges formáját is akkor kapta meg. Ez a terület, ahol most állunk, ez igazából az a rész, ahol Kadics Ottokár, amikor 1936-ban megnyitotta a barlangot elsőként, illetve bemutathatóvá tette, akkor ezek voltak azok a részek, ahova ő lehozta a vendégeket. 1965-ben Barátossy József volt az, aki bemutathatóvá tette, illetve újra elkezdte a vezetést. És utána 1996-ban volt a következő megnyitó, amikor is egy ilyen fehér nemű bemutató keretében volt a bemutatás, illetve a megnyitás, és itt volt egy ilyen fehér nemű, amit ez a kis jelmez egy kicsit ilyen háremhölgyes stílusban látható, és ennek az lehetett az oka, hogy itt mögöttünk ez a kutat úgy hívják, hogy Háremhölgyek kutja, aminek pedig az a legendája, hogy a megunt háremhölgyeket ide tokták be. Hát ezt ugye nem tudjuk, ezek csak legendák, tehát nem tudjuk, hogy igazából mi a valóság alapja, az viszont biztos, hogy Kadics, amikor ezeket a termeket kitisztította, illetve bemutathatóvá tette, valóban a termekben, illetve a kutakban nagyon sok csontot, emberi és állati csontot talált. A túra célja igazából egy kicsit ilyen geológiai bemutatás, de egy picit azért egy történelmi is, hogy ugye mennyi korszakon ívelt át ez a barlang, és ugye felhívni a figyelmet arra, hogy itt fölöttünk a házak nyilván be vannak csatornázva, itt ez egy veszélyeztetett rész, tehát azért lejutnak ide mindenféle egyéb dolgok is, tehát nem csak a esővíz, és ezek mind-mind bekerülnek ide a élővizekbe, illetve a barlangokba.